A város működőképességének megőrzése érdekében elengedhetetlenül fontosak a helyi adóbevételek. Az önkormányzati adóhatóság február végén küldte a fizetési értesítőket, hogy az adózók pontosan tudják teljesíteni adókötelezettségeiket. Adószámlánként összesítettem valamivel több mint 4 milliárd forint kötelezettség teljesítésre hívták fel a figyelmet. A helyi adók befizetési határideje idén március 18-a hétfő, mondta Korsos László az adóiroda vezetője. Hozzátette fizetési könnyítésre vagy mérséklésre az adófizetés esedékessége előtt célszerű benyújtani a kérelmet, ezt követően ugyanis az adóhatóság végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal szemben. 2019. április 1-től az önkormányzati adóhatóságok is csatlakoznak az ASP országos adórendszerhez. Annyit kell egyelőre tudni róla, hogy a most használt ANK vagy PDF típusú nyomtatványaink részben meg fognak szűnni. Az elektronikus adórendszernek azok a felületei, ami a honlapról elérhetőek, azok csak az április elsőjéig meglévő időpontig fognak tudni információkat adni, és innentől kezdve egy úgynevezett önkormányzati hivatali portálon lehet majd bejelentkezni az önkormányzathoz, kiválasztani adóügyeket, és innen lehet majd majd adó ügyeket intézni. Az adókat csek vagy így e csek, az az elektronikus formában, csoportos befizetéssel, banki átutalással, bankkártyás fizetéssel az ügyfélszolgálaton, valamint online felületen lehet teljesíteni. A kérelmekhez szükséges űrlapok az adóbefizetéssel kapcsolatos információk a város honlapján találhatók meg.